Már az első félidőben jelentésvezetést harcolt ki a csapat a vendég újfehér túlyak ellen. Ezt az előnyt egy kisebb döccenővel sikerült is megtartaniuk a hazaiaknak a második játék részben is. Így 39-22-es meggyőző fölényű győzelmet aratott a Stavonot FSC. Vajon István edző a mérkőzés után értékelte a csapat tavaszi teljesítményét? Úgy gondolom, hogy a tavaszi szezon a hazai meccsek mind hozták azt, amit elvártunk a csapattól, és az egy pont vesztés ellenére a teljesítményük ugye 100%-osnak mondható. A mai mérkőzésen, a mérkőzés elején egy határozott jó kapus teljesítményből kiindulva, egy kemény, eredményes védekezésből tudtunk gyors ellentámadásokat indítani, felállt fal és rendezetten védelem ellen is. A támadás befejezéseink jól sikerültek, és ez megalapozta az első fél időben a két csapat közötti különbséget. A második fél idő elején egy picit talán megnyugodva belealudtunk a mérkőzésbe, de azon egy időkérdés követően ugye a lányok felébredtek, és a második fél időben a viszonylag pontotlan támadás befejezések ellenére is növelni tudtuk a különbséget. A fél idő második felében mindenki játék lehetőséget kapott, mindenki betalált a kapuba, a kapusok is és a játékosok is jó teljesítményt jutottak, és végül is a végére örömjátékkal nagyon nagy gólkülönbséggel nyertünk. Véleményem szerint kellenek az ilyen mérkőzések is, szinte az egész csapat kiemelhető a teljesítmény. Jelenleg a tabella második helyén álló FSC-nek még csak ezután következnek a nehéz mérkőzései. Igazán kemény meccs, amit itt meg kell vívnunk, a Máté Szalka ellen lesz, illetve majd jön a Hajdunálás, a jelenlegi első helyedet. Én úgy gondolom, hogy a sérültjeink lassan felépülnek, a csapatjátéka összeáll, és végül is idézőjelben a hazai pályán, ugye Mezőkövesdi Városi Sportcsarnokban minden ellenfelünknek kemény dolga lesz, még a bajnokaspirás Hajdunálásnak is. Én nagyon bízom benne, hogy meg tudjuk szorítani a bajnokaspirás dolgát, vagy én úgy gondolom, hogy egy jó játékkal talán a két pont itthon is tartható. A Máté Szalka mindenképpen hozni kell, és akkor úgy érzem, hogy az ezüstérem megvan a csapatnak. Vajon István elmondta, a felnőttekhez hasonlóan az ifjúsági csapat is éremesélyes. Az ifjú csapat úgy érzem, hogyha a hátralévő meccseit tudja hozni, akkor még az ezüstérem is elérhető, megpályázható. Az arany egy picit messzinek tűnik, de keresztbeverések esetén még az is előfordulhat. Én úgy gondolom, hogy az ifjú csapat is mindenképpen odaérhet az érmes helyezésekre, és a második fél időben pozitív volt és nagyon jó a jövő szempontjából, hogy minden ifista játék lehetőséget kapott, és nem csak kapott, hanem élt is ezzel a lehetőséggel, és megálltak a helyéket úgy, hogy a felnőtt csapatban is lehet rájuk számítani a következőkben.